A szobámba szorultam. Mindenütt szennyes, összeszedetlen szemét, haszontalan tárgyak, és nincs hely. Csak a bútorok közt vannak hézagok. A szobám szétszórt. Azzal azonos, ami én vagyok. Régen ez volt, hogy minden nap 5 perc magamra, 5 perc, amíg itt bent voltam. Kevés volt a rámolás jegyében múló idő ahhoz, hogy a káoszt felszámoljam. De most a szobámba szorultam, és szeretném, hogy az én legyen rendesebb. Körbenézek. A tárgyak fele itt felejtett felesleg. Nekilátok, hogy a padlót belepő apró koszokat összeszedjem. A koszokat, amik megbújnak a semmilyen YouTube videókkal töltött 10 percekben. Nézem a füsttől feketés foltot. Az önuralom falán. Most van időm, hogy újra fehérre fessem. És a sokszor megvett dohánytermék csak megvetett lehessen. Eresztem. Legyen kereszt húzat, hogy ne zárkózzam be. És az ablakomból kilátás nyíljon. Más lássam, mi van bennem. Én lássam, mi van ott. Most kiveszem az árat, és nem rakok be újat, hogy leessek a másikra tényleg nyitott. Kikukázok minden kacatot, ami elvonja a figyelmemet, és mielőtt a gépem leköt, és megnyitok egy új oldalt, egyre többször a kötetből is elolvasok egyet. Az elölhagyott ruhák hajtogatását befejezem, mint a meg nem tett, csak hajtogatott fogadkozásokat. Egyre többször van 5 percem itt bent, egyre többször van, hogy a fotelből feltolom magamat. Nem világított fény, a kedvem sötét volt, a sarokban ültem rossz paszban, de a negatív szemléletmódom, a kiégett körtét lecsavarom és kicserélem, hogy többször tudjak derült lenni, tényleg felvillanyozva. Nincs okuk itt lenni, a nem betelt, már csak nem is félig teli, teljesen üres poharaknak. Most nem kapom fel a vizet, csak kiviszem, hogy kiürüljön belőlem, egyre hamarabb a harag. A régen hordott cipőt felveszem. Megindul a komfortzónámon túra a túra. Sokszor emlékeztetnem kell magam, hogy vevő tudjak lenni, újra meg újra. Az újra. Az eddig polcon porosodó kötetet leveszem. Nyitott könyv vagyok, és olvasok magamban, hogy ne létezzen bennem elfojtott érzelem. A falat újra festettem. A poharakat kimostam, a koszok összeszedve. Most tisztább a padló. Tisztább az összkép is, ha magamra nézek, pedig eddig találtam volna magamon egy halom lomtalanítani valót. A szobámba szorultam, de a változás szele most nem gyengít, nem szel le belőlem, mert hiába maradok bent most magamnak, megáll az idő, dönteni kell, a káosz káosz engem, vagy engedem, hogy magamban lassan mindent rendbe rakjak. A kezemben a kilincs, a döntés, hogy magamra nyitok-e, jobban rálátok arra, hogy ki vagyok, vagy csak bámulok bambán, de döntöttem. Hiába küzdelem, ezentúl többször lesz a szebb összképért az szó a szobámban.